A Kisvasút napját hagyományosan június utolsó szombatján szervezi meg a Zalaerdő ZRT. Bár több program elmaradt, az érdeklődés így is nagy volt, folyamatosan telt kocsikkal jártak a szerelvények a hétvégén. Sok család választotta ezt a programot, köztük Szél Dávid és szülei, akik már nem első alkalommal vettek részt kisvasutazáson. A vonatot én különleges járműnek tartom, mert direkt így kialakítanak neki sínt, meg ilyenek, és hát szeretem, mert meg élvezetes volt ez az út, mert láttam érdekes dolgokat útközben, szép fákat, meg ilyen ringatózós volt. A dízelmozdonyos szerelvények mellett Ábel a gőzös is munkába állt ezen a hétvégén. A kisvasút nem csupán a zalai környezetből, hanem az ország egész területéről vonza a látogatókat. Például egy motoros csapat érkezett Dunaújváros mellől, Pestől is az eddigiek szerint érkeztek utasok. Vannak utasok, akik a MÁV járattal, amelyik kivételesen a kisvasút napunkon Zalaegerszegről további kocsikat Csömödérig, hogy itt lehessen a mi vonatozásunkhoz kapcsolódni, és lehetőség van ezeknek az utasoknak, hogy egy nap alatt Zalába érve megforduljanak, a normál nyomtán mellett a mi vasútunkon is tudjanak utazni, és ez a MÁV csatlakozások miatt egyedül ezen az egy napon valósítható meg egy évbe. A kisvasút napja alkalmából meghirdetett járatok egész hétvégén teltházzal üzemeltek.